Most már idén ugye harmadjára rendeztük meg ezt, és szerintem ez az idei a legjobb, és a legjobb forgalmú is, mondjuk ki is tettünk idénre még jobban, a tapasztalatok alapján, ami így volt most már a harmadik alkalommal, és hát tudtuk, hogy hogyan tegyük még kelendőbbé ezt az egészet. Mindig minden évben változó, hogy mi az, ami kell, hát pont ezért jöttünk akár még a plusz tárgyakkal is. Bár változó, valamikor a sütiket szeretik jobban, mit itt értem a mézes kalács sütire, ami tipikus és hagyományos, és valamikor pedig a plüss termékek, vagy az akasztós, ami a fára tudnak, vagy az olyan díszek, mint az asztal, ablak díszek, ez változó. Szülők segítségével, amit ők otthon készítettek kézzel, a legtöbb termék 99%-ban így készült el. Az eddigi években úgy történt mindig, hogy ami befolyt összeg, azt egyenes arányban a csoportok, ahány csoport van, elosztottuk, és a csoportokba adtuk, és arra költötték, amire igény és szükség volt. Ezt idei évben is úgy fogjuk, hogy megkérdezzük, illetve meg fogjuk szavaztatni, hogy mi legyen a sorsa, és akkor ezt szerint fogunk dönteni. Most több mint valószínű idén is szerintem ez lesz, hogy két verzió van, ugye vagy odaadjuk a csoportoknak egységesen, vagy a másik az, hogy megy szintén a gyerekeknek óvodai rendezvényre, mit értem a gyereknapot, hogy még nagyobb felhajtást csináljunk a gyereknapi műsor kapcsán. A szülői szervezetben a Bükki Viki, meg a Lovai Dorka is nagyon segít. Tehát én szeretem ezt a csapatot, mert mindig valaki bedob valami ötletet, és akkor abból tényleg valóságos ötlet születhet. Ez az egyik az ilyen, ez a bögre, ami idén is megvalósult, és most ezen túl mi szeretnénk minden évben valami újdonsággal előtrukkolni. Idén is ugye első alkalommal most ezekkel a bögrékkel jöttünk, kétfajta mintával van, és rajta található a logója az intézménynek. Egyébként másik újdonság volt az a selfie, majd láthatjátok a képek alapján is, a selfie tábla, hogy be lehet öltözni ugye Mikulásnak is, meg az is újdonság volt, hogy most idén kilátogat hozzánk a Mikulás is, aki ugye finom édességet, ostya szeretet fog osztogatni. Úgyhogy ennyit ezekről a dolgokról.